gyerekkoromban egy kisvárosi temetőben láttam egy sírt. Nevek voltak rajta. Egy feleség és két kisgyermek neve. Egy napon haltak meg, 1944-ben. Egy férfi, egy férje állította, akit a 40-es években munkatáborba hurcoltak, aki 1945-ben hazatért, és idehaza szembesült azzal, hogy távollétében feleségét és két kisfiát elhurcolták és meggyilkolták. Nem találta a helyét az életben, a pokoljárás évtizede után 1956-ban külföldre menekült, újra kezdte életét, karriert futott be, élettársa lett, fia született. Az ő sorsában az élet győzött a halál felett. A mi mai menetünk is azt fejezi ki, hogy az élet mindig győz, mert a jövő nevében parancsol. Az élet nevében gyűltünk össze, vagyis a jövő hívott minket össze, nem a múlt. A főhajtás és a múlttal való szembenézés nekünk, a mai élőknek fontos. Minket és a mi jövőnket teheti boldogabbá, nem a múltat. Sokan vitatkoznak arról, hogy mi is a holokauszt, mit kell értenünk alatta, mi tartozik bele ebbe a kifejezésbe, és mi az, ami nem. Számomra a holokauszt egy dolgot jelent, a halál menetét. Emberi mi voltunk, kultúránk és civilizációnk végső tagadását. Én azt vallom, hogy az élet mindenkié, aki nem mások életének ellenében éli meg. Mindenki az élet menetében rója lépteit nap mint nap, aki teszi a kötelességét, tanul, dolgozik, gyereket nevel, gondoskodik másokról, bármilyen kicsi tettel, de hozzájárul ahhoz, hogy a világ jobb legyen. Ezért gondolom, hogy itt nekünk ma nem a halálról, hanem az életről kell beszélnünk. Az élet kérdésére kell válaszolnunk. Ez a kérdés ma, amikor a világon óriási változások mennek végbe, amikor Magyarország is történelmi esélyt kapott arra, hogy változtasson, ez a kérdés ma arról szól, mit kell tennünk a jövőben azért, hogy olyan borzalmas dolgok, melyek a 20. század közepének Magyarországát megmérgezték, emberek 10 és 100 ezreinek életét elvették, soha többé ne történhessenek meg. Elsőként azzal kell válaszolnunk erre a kérdésre, hogy kimondjuk. El kell utasítanunk az erőszakot. Az erőszak nem az élet, hanem a halál eszköze. Kedvenc science fiction író Isaac Asimov írta, hogy az erőszak a gyengék végső menetéke. Nekünk, magyaroknak erőssé kell válnunk országunkat, hazánkat erőssé kell tennünk. Erős nemzetre, erős családokra, erős gazdaságra, erős kormányzásra van szükségünk, mert csak egy erős nemzet képes megvédeni a saját polgárait. A nemzet csak akkor lehet egységes, csak akkor lehet erős, ha egységes. Mert ma példátlan esélyt kapott Magyarország arra, hogy olyan nemzeti egység jöjjön létre, amilyen több, mint két évtizede nem volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Ez a nemzeti egység teheti az országot, a nemzetet olyan erőssé, hogy mindenkit meg tudjon védeni, aki beletartozik. Függetlenül a származásától, a nemzetiségétől, a vallásától, a bőre színétől, függetlenül attól, hogy a kisebbséghez vagy a többséghez tartozónak vallja el magát. Egy erős nemzeti egység tud olyan stabilitást, megnyugvást és biztonságot létrehozni Magyarországon, amelyben elsimulnak a kiszolgáltatottságból, bizonytalanságból, félelemből fakadó társadalmi feszültségek és ellentétek. De ahhoz, hogy a jövőnk urrá lehessen a múlt felett, az élet győzelméhez nem csak erőre van szükség, hanem józanészre is. Hadd idézzem egy mai élő francia pszichológus író gondolatát. Ha egyes emberek bejelentik, hogy megvalósítják a földi paradicsomot, nagyon óvatosnak kell lenni, mert majdnem mindig pokol lesz belőle. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én ezt úgy értelmezem, hogy minden a földtől elrugaszkodó, világ megváltó ideológiát gyanakodva kell szemlélni. Minden népirtás ürügyeül ilyen világ megváltó ideológiák szolgáltak a tartalmat. Világ megváltó ideológiák helyett a hétköznapi élet közös értékeire érdemes inkább építenünk, mert azok összekötik, nem elválasztják az embereket, és nem kell, nem is igen lehet mindenhatóvá emelni és az élet ellen fordítani őket. A konkrét, valós dolgokat, mint a munka, a család, az otthon, a biztonság nem lehet az abszurditásig fokozni. Az elvont ideákat azonban igen, és erre számos csúnya példát láttunk a történelemben. Én azt mondom, állítsuk vissza a józanész tekintélyét, ha azt akarjuk,
hogy Ordas ezt még ne fenyegessék a jövőnket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az én kezdő történetemnek van egy vége is. 1990-ben az az ember, akiről beszéltem, 76 évesen hazatelepült. És ide az a döbbenettel szembesült azzal, hogy élettársa, akivel külföldön ismerkedett meg, akit világéletében szeretett és tisztelt, neki családja is volt idehaza. Apja nyíros keresztes pártagja volt. Annyira megviselte ez, hogy börtönbe, hogy kórházba került. Kórházba kerülve azonban nap-nap után végig gondolta életét, azt gondolta, hogy az ő életében is a józanésznek kell a helyre lépni az indulatok helyett. Fiával eltávozott a kórházból, először a temetőbe ment, majd egy gyűrűt vásárolt, és évtizedek után élettársát feleségül vette. Ezzel, a józanés segítségével, az ő életében valóban az élet győzedelmeskedett a halál felett. Hogy ez így lesz-e a mi 21. századi történetünkben, az csak rajtunk múlik. Kérem, ne feledjék, nem csak a saját történetünket, a nemzet történetét is közösen írjuk. Mi mindannyian.